A János Múzeum idén ötödik alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját. Az eseményre 25 intézményből több mint 30 látogató érkezett. A programban három különböző témát választottak, melyeknek a környezetváltozás műtárgyak és az APASÉ program, a Szolgáltató Múzeum, illetve a Múzeum a Közösség, Részvétel és Együttműködés címet adták. A szakmai konferencia napon elhangzott előadások keretében bemutatták és megvitatták a 21. századi múzeumok főbb feladatait. Én nem is szeretem azt a szót, hogy konferenciát tartunk. Ez olyan, mintha felkért és felkent előadók majd megmondanák a tutit, és mindenki jegyzeteljen. Beszélgetésre egy ilyen szakmai tanácskozásra hívtuk a kollégákat. Remélem, hogy a három főként nagy előadás után egy egy én még azt se bánom, ha parázsvita vagy, hogy egy élénk eszvecsere is elkezdődik, és ennek mi minden évben, jövőre is, ahogy eddig is boldogan adunk teret. A XXI. századi múzeumok életében fontos, hogy minél több társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos programot hozzanak létre, illetve nyitott intézményként üzemeljenek. A társadalom minden tagját meg kell szólítaniuk, és el kell érni olyan csoportokat is, akik valamilyen hátránnyal küzdenek, hangsúlyozta dr. Sári Zsolt előadásában az örökség és az identitásunk megőrzése érdekében nagyon fontos, de az gondolom, hogy legalább ennyire fontos az, hogy a, a, jelen kihívásaira, a jövő kihívásaira és a múzeumok válaszokat tudnak adni, válasz lehetőségeket. ugye nagyon fontos pont ebben a részvételi múzeológiában, amiről én beszéltem, hogy nem egy ilyen kinyilatkoztató, egy választ ad egy múzeum, hanem válasz lehetőségeket, és az emberekkel párbeszédet folytat, és azt gondolom, hogy ezzel lehet a jövőt is építeni. Az előadásokat és az eszmecseréket követően a vendégek meg megtekinthették a Ferencesek Szolnokon című kiállítást, melyet Jánbor Csaba vezetett.